Az első kísérletünk magnézium szalag égése vízben. Magnézium, alkáli földfém, és tudjuk ezekről a fémekről, meg az alkáli fémekről is, hogy rendkívül hevesen oxidálódnak. Közülük mindegyiket jól zárható objektumban kell tárolnunk, ugye az alkáli fémeket petróleum alatt tartjuk, az alkáli földfémeket pedig jól zárható zacskóban, illetőleg üvegekben tároljuk. Ettől függetlenül az oxigénnel olyan hevesen reagálnak, hogy egy idősebb magnézium szalag tekercs az már teljesen eloxidálódott. Ebből a tekercsből egy kisebb darabot leszakítunk. Ugye jól lehet látni, hogy a felszíne még nem korodálódott, fémesen csillog, utána a zacskót visszazárjuk, majd egy csipesszel megfogjuk, és borszaszívő lángján meggyújtjuk. A már égő magnézium szalagot fogjuk ebbe a pohár forró vízbe beledobni. Jó, vakító lángal ég, és az égését a vízben is tovább folytatta. Tudjuk, a gyors égés feltételei között szerepel az oxigén, márpedig a legtöbb ilyen égés helyről a víz az oxigént kiszorítja. Mi történt akkor mégis? Honnan szerezte a magnézium az égéséhez szükséges oxigént? A magas hőmérsékletű víznek a bontásából szerezte ezt az illető oxigént, és ezért ugye itt is magnézium-oxid tudott keletkezni. Vizsgáljuk meg a kialakuló oldatnak a kémhatását. Maga a magnézium-oxid egy fehér színű anyag, amelyet sportolók is használnak az izzadságnak a csúszóságát ellensúlyozandó. Mutassuk ki a magnézium-oxidot, illetőleg a vízzel való reakciója során keletkező magnézium-hidroxidot, mert a fenolftalán indikátor a lúgos közegben piros színű, és így a magnézium-oxid és víz reakciójával létrejövő magnézium-hidroxidot nagyon szépen ki tudtuk mutatni.